A kakasdi római katolikus templom építése 1810-ben fejeződött be. Szent Mihály arkangyal tiszteletére szentelték fel, a régi templom védőszentjére emlékezve. A templom bővítésére 1876-ba került sor a két mellékkórus hozzáépítésével. A torony az 1900-as évek elejé átépítéssel kapta meg a mai formáját. Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Békesség nektek. És a kedves testvérek, a mai Szent Misét Molnár Fábián és Evecsén József lelkődvért ajánljuk fel. Az Úristen adja meg nekik az örök világosság országát. Ma külön is köszöntöm elsősorban az itt jelenlévőket, tévé is felveszi ezt a misét, ezért akik lélekben velünk imádkoznak, azokat is köszöntöm, főképpen az öregeket, betegeket, hiszen amikor megszólal a harang, akkor a harang az mindig hív minket. Amikor megszólal a harang Úr felmutatáskor, akkor azért szól, hogy akik lélekben velünk vannak, de nem itt a templomba, mert betegek, öregek, hogy azokat figyelmeztesse, hogy most Jézus közénk jött, és ők is akkor lélekben gondoljanak arra, hogy most mi itt vagyunk a Szent Mise áldozatban, itt vagyunk a liturgián, de nem csak földi liturgián, hanem a mennyei liturgián is az angyalokkal és a szentekkel. És ezért tudjuk, hogy nem csak mi jöttünk, hanem Jézus kopogtatott ma a szívünkön, és valamennyien ide jöttünk, és itt vagyunk, mert Jézus hív minket, és mi szeretettel mertünk válaszolni Jézusnak. És mivel Jézus elé állunk, tudjuk, hogy mi gyöngék vagyunk, gyarlók, de amikor verjük a mellünket, akkor éppen az a különbség, kedves testvérek, a vallásos, Jézus szerető emberek és a Jézustól távol élők között, hogy mi mondjuk, hogy én vétkem, és nem azt, hogy te vétked, te vétked. Ezért így állunk most Jézus elé, megbánva bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait. Gyónom! Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket, testvéreim, hogy imádkozzatok érettem Urunkhoz, Istenünkhöz. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten,
bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre. Könyörögjünk, Istenünk, minden irgalom és jóság forrása, Te a böjt, az imádság és az irgalmas szeretet gyakorlása által gyógyulást adsz bűneinkre. Nézd jóságosan őszinte bűnbánatunkat, és amikor vétkeinket beismerve meghajlunk előtted, emelj föl minket szüntelen irgalmaddal, a mi Urunk Jézus Krisztus a Te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szent Lélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké. Én vagyok az Úr, a Te Istened, én hoztalak ki Egyiptom földjéről, a szolgasság házából. Ne legyen más Istened rajtam kívül. Ne készíts magadnak faragott képet, vagy hasonlást arról, ami fent van az égben, vagy lent van a földön, vagy a vizekben a föld alatt. Ne borulj le ilyen képek előtt, és ne tiszteld őket. Mert én, az Úr, a Te Istened, féltékeny Isten vagyok. Azoknak védkék, akik gyűlölnek engem, megtolom fiaikon a harmadik és a negyedik nemzedéken. De ezredézik irgalmasságot gyakorlok azokkal, akik szeretnek engem, és megtartják parancsaimat. Uramnak, Istenednek nevét levet hiába, mert az Úr nem hagyja büntetlenül azt, aki az ő nevét hiába veszi. Emlékeznél meg a szombatról, és szenteld meg. Hat napig dolgozzál, és végezd minden munkádat. A hetedik nap azonban a nyugalom napja az Úrnak, a Te Istenednek. Ezért semmiféle munkát nem szabad végezned ezen a napon, sem neked, sem fiadnak, sem lányodnak, sem szolgádnak, sem szolgáló lányodnak, sem állatodnak, sem a kapuidon belül tartózkodó idegennek. Az Úr ugyanis hat nap alatt teremtette az eget és a földet, a tengert és mindent, ami bennük van. A hetedik napot pedig megáldotta és megszentelte. Tisztelt atyádat és anyádat, hogy sokáig élj azon a földön, amelyet az Úr, a Te Istened ad neked. Ne ölj, ne törj házasságot, ne lopj, ne tégy hamis tanúságot fele barátod ellen. Ne kívánd el fele barátod házát, ne kívánd el fele barátod feleségét, sem szolgáját, sem szolgáló lányát, sem szarvasmarháját, sem szavarát, sem más egyebet, ami az igé. Ez az Isten igéje. Istennek legyen hála. Uram, Istenem,
jeleket kívánnak, a görögök bölcsességet követelnek. Mi azonban a megfeszített Krisztust hirdetjük. Ő a zsidóknak ugyan botrány, a pogányoknak meg oktalanság, a meghívottaknak azonban akár zsidó, akár görögök. Krisztus Isten ereje és Isten bölcsessége. Hiszen Istennek az oktalansága bölcsebb az embereknél, az Istennek a gyökessége erősebb az embereknél. Ez az Isten ígéje. Istennek az Úr legyen veletek. És a veletekkel. Evangélium Szent János könyvéből. Dicsőség neked, Istenünk. Abban az időben, mivel közel volt a zsidók húsvétja, Jézus fölment Jeruzsálembe. A templomban árusokat talált, akik ökröt, juhot és galambot árultak, valamint pénzváltókat, akik ott ültek. Ekkor kötelekből ostort font, és kikergette mindnyájukat a templomból, ugyanígy a juhokat és az ökröket is, a pénzváltók pénzét pedig szétszórta. Az asztalokat felforgatta, galambárusoknak meg azt mondta, vigyétek innét ezeket, ne tegyétek atyám házát vásárcsarnokká. Tanítványainak eszébe jutott, hogy írva van, emészt a házadért való buzgóság. A zsidók erre így szóltak. Miféle csodajelet mutatsz, hogy ezeket teszed? Jézus azt válaszolta, romboljátok le ezt a templomot, és én 3 nap alatt fölépítem. A zsidók azt felelték, 46 esztendeig épült ez a templom, és te 3 nap alatt fölépíted azt. Ő azonban testének templomáról beszélt. Amikor föltámadt a halálból, tanítványainak eszébe jutott, hogy ezt mondta, s hittek az írásnak és Jézus szavainak. És amíg Jézus a húsvét ünnepén Jeruzsálemben volt, sokan hittek az ő nevében, mert látták csodáit, amelyeket tett. Jézus azonban nem bízott bennük, mert ismerte mindnyájukat, és nem szorult rá, hogy bárki is tanúskodjék előtte az emberről. Tudta ő, hogy mi lakik az emberben. Ezek az evangélium igéi. Krisztusban, kedves testvérek, Nagybőjt 3. vasárnapja, és ha vissza gondolunk most az 1., 2. és a mostani vasárnapra, akkor mindegyik helyen azt látjuk, hogy Jézus fölmegy a hegyre. A hegy az mindig jelzi,
hogy Isten közelében akar az ember lenni, és Isten közelébe akar jutni. Így volt ez az első vasárnap, amikor fölmegy a hegyre, a lélek oda vezeti, és ott a hegyen megkísérti a gonosz. A gonosz, aki úgy beszél Jézusnak, minthogyha szeretné Jézust, és szeretni akarja az embereket, és kiderül, hogy mennyire félrevezet, és kiderül akkor, hogy Jézus győz. A kísértés hegye. Amikor egyik alkalommal zarándokként ott voltam, akkor szintén elvittek erre a kísértés hegyére, ahol majdnem csak szikla volt, elhagyatott hely. Volt egy templom, oda bementünk imádkozni, de az ember úgy megérezte azt, hogy semmi sincs, de az ördög ott van. És akkor a második vasárnap is azt láttuk, hogy Jézus fölmegy a Tábor hegyére, és ott elváltozik, megmutatja azt az testét, amelyet a föltámadáskor, a megdicsőült testet, és együtt van a három apostollal, és Jézus rávilágít akkor az apostolokon keresztül ránk is, hogy van feltámadás. Elváltozik, átváltozik. És most, kedves testvérek, azt látjuk, hogy az olvasmányban is Mózes fölmegy a hegyre. Azt látjuk, hogy Jézus pedig fölmegy Jeruzsálembe a templom hegyére. A templom hegyére, hogy egészen Istennel közel legyen. És amikor most egy kissé, kedves testvérek, eltöprengünk, hogy Mózes is fölment, és Mózes nem a maga okosságát mondta el, hanem amit Isten üzent, ahogyan többször is olvassuk a Szentírásban, Mózes mindent úgy tett, ahogyan az Úr parancsolta neki. És ezért, amikor most azt halljuk, hogy 10 parancsolat, akkor a mai ember megijed. Parancs, nekem nem kell parancs, én autonóm vagyok. És mit mond a Szent Pál apostol? A parancs a gyöngéknek kell, nem az erőseknek, a gyöngéknek. És ezért, amikor mi most az Új Szövetség szemüvegén keresztül látjuk, akkor ne így mondjuk csak, hogy tulajdonképpen a parancsolat, hanem az eligazítás, az útmutatás, a segítségnyújtás. És hogyha így látjuk, kedves testvérek, akkor mindjárt eszünkbe jut, hogy mit imádkozunk a mi atyánkban is. Miként a mennyben, úgy a földön. A menny és a föld. És a főparancsban mit mondunk? Szeresd Urat, a Istenedet teljes szívedből, a másik hasonló hozzá, szeresd fele barátodat. Most, ha így gondolunk, kedves testvérek, arra, hogy Jézus a 10 parancsolatban szintén segít minket, mégpedig abban segít minket, hogy lássuk azt, hogy mi az az útmutatás, mi az, ami több, mert azt mondja az első, ugye 2 tábla van. Az első táblán 3 parancs, a másodikon 7 parancs. Hát miért nem úgy van, hogy elfelezték? 5-5 ide, 5-5 oda. Mert az első táblán
az Isten iránti felelősségünk van. Az Isten iránti felelősség, a másodikon pedig a felebarát iránti felelősség. És az első dolog, amit hallottunk, hogy én vagyok a te Urad Istened. Ne legyen neked semmiféle bálványod. Ne legyen neked semmiféle ideológiát, ami fölülírja az Istent, mert akkor csapdába kerülsz. Azt mondja Nagy Szent Teréz, aki imádkozik, nem marad sokáig bűnben, mert az ima és a bűn ellentétben van egymással, és ezért, amikor mi imádkozunk, akkor mindig ott van, hogy a bűn ellen teszünk, a rossz ellen teszünk, de Isten segítségével. És ezért az imát soha nem hagyhatjuk abba. És amikor azt mondja Isten neve, akkor azt mondja, aki engem szeret, azt az Atyám is szeretni fogja. Aki engem szeret. Milyen eligazítás. Nem ezt mondtam a mis elején is? Hogy Jézus hív meg, mert szeret. És mi szeretettel válaszoltunk erre. És azt mondjuk az Úr napja, kedves testvérek, akkor nem, de jusson eszünkbe a Teréz anyának a mondása. Ha te embereket ítélsz, és csak embereket kritizálsz, nem marad időd az Isten szeretetére. És ezért mi mindig is, amikor itt vagyunk, amikor a Szentmisén vagyunk, amikor lelkileg, akkor valóban kinek adtunk időt? A kritikának? Nem, a szeretetnek. Azért vagyunk itt. És hogyha ezt az első parancsot, első táblának az eligazítását, ezt megfogadjuk, akkor már is nagyot léptünk a szeretetnek az útján. És a másik parancs, a második, csak röviden akarom mondani, kedves testvérek, mert mindegyikről lehetne többet is. Ki az első egy közösségben? A szülő. Gyerek. Család. Atyádat, anyádat tiszteld. Hát amikor szeretjük a családot, hát nem sokkal több az, mint hogyha éppen gyűlölködünk. Szeretem embertársaimat. Ez az ötödik. Én nem öltem, nem gyilkoltam, de ha másikat semmibe veszed, de ha másikot eltörlöd az életedből, akkor nem az ötödik parancsot, illetve az ötödik eligazítást kaptam, és a következő, legyen tisztességes kapcsolatom a más neműekkel. Paráznaság. Tisztességes. Ne eszköznek használjam föl a másik embert. És akkor lehetne folytatni, hogy hát igen, azt, amim van, amivel élek, azt becsüljem, és ne másoktól lopjam el. És a szavaim, a bizalmam megmaradjon az embertársaim között. Ezért nem hazudok. És a családom az valóban mindig egységbe legyen. Ne alakuljanak ki háromszögek, négyszög. Nem ezt. Felebarátod feleségét ne kívánd. És jön a tizedik, ott sok mindent felsoroltunk, de azt kéne mondani, kedves testvérek,
addig nyújtozzál, amíg a takarod ér, és ne kívánd a másiknak semmiét sem. Ne irigységgel éljél. És ha az ember ezen elgondolkozik, akkor már is látja az új szövetségnek, Jézus szeretetének az eligazítását. És hogyha Jézus szeretetének az eligazítását látja, akkor valóban azt látja, hogy az emberfia Jézus azért jött, és azt mondja, hogy az emberfia szolgáljon, és ne őt szolgálják. Milyen nagy dolog az. És most, kedves testvérek, azt mondhatnánk, hát mi közünk van most az evangéliumhoz? Jézus fölmegy a templom hegyére. És ott a templom hegyén észreveszi, hogy hol van a probléma és a baj. És a templom hegyén nem az embereket zavarja el Jézus. Ezt el szoktuk felejteni. Hanem kiket? A kufárokat. Akik nem Isten miatt vannak ott, hanem csak a pénz, a kereskedés, a haszon miatt. Azokat zavarja el, mert azok Istenre néznek? Nem. Emberre néznek? Nem. Csak a pénzre, csak az előnyre. És amikor Jézus azt mondja, hogy bontsátok le ezt a templomot, 3 nap alatt fölépítem, és az apostolok azt mondják, amikor föltámadt, akkor eszükbe jutott, és itt figyeljünk, azt mondják, hittek az írásoknak és Jézus szavainak. Hittek a kinyilatkoztatásnak. Hittek annak, ami beteljesedett az ószövetségi jövendőlésekből. És ezért Jézus mit mond? Mi mit mondunk mindig a hiszek egyben? Értünk emberekért, a mi üdvösségünkért jött el Jézus, pedig tudta, hogy milyen az ember. Tudta, hogy milyen vagyok, milyenek vagyunk mi, hiszen csodákat tett, az emberek odatódultak hozzá, és azt mondanák, na most akkor lehet tapsolni. És mit mond Jézus? Nem bízott bennük, mert tudta, milyen az ember. Gondoljunk csak arra, kedves testvérek, a virágvasárnap nem ez? Tapsolnak. A Golgota, a kereszthalál, nem annak a bizonyítéka, hogy azt kiabálták keresztre vele? És Jézus mégsem fordul el az emberektől. Csodát tett azoknak, akik várták a szeretetet. Nem fordul el tőlük, mert szeretni akar mindig is minket. És ezért, kedves testvérek, a szeretet az mindig egyenes vonalú. A Isten felé, a másik ember felé. Az ördögi szeretet az mindig görbe. Visszagörbít önmagamhoz. Az önzésemhez. És hogyha látjuk, hogy az ördög mit ígért az első vasárnap, hogy kenyér kell az embernek, csodákat kell tenni, nagy dolgokat, látványosságokat, és azt mondja, mindent neked adok, ha engem imádsz. Az egyenes szeretet görbévé vált. És mi is ezért kérjük mindig az erőt Jézustól, gyöngék vagyunk, de nem olyan gyöngék, hogy
görbüljön a szeretetünk, még ha néha egy kissé nem is tudjuk egészen egyenesbe tartani, de Jézus adja meg nekünk mindig azt az erőt. Mert a mai ember is, kedves testvérek, olyan, mint a szent leckében. Mit olvastunk? A zsidók csodákat várnak. Mi is mondhatnánk, a vallásos ember csodákat vár. Ne legyek beteg, ne legyen bajom, nekem minden jó legyen. A görögök, azok mindig bölcsességet. A tanult emberek, az elitek mindig azt mondják, hogy majd a tudomány mindent megold, majd a haladásban az ember mennyire előre jut. És mit mondta Szent Pál? Mi a megfeszített Jézust hirdetjük, aki nekünk az igazi bölcsességünk, az igazi eligazítónk. Hát kedves testvérek, a nagybőti idő is ilyen eligazítás, hogy kapjunk erőt, hogy van feltámadás, van örök élet, de ezt Jézus fogja nekünk megadni. Amen. Hiszek az egy Istenben, kérjük testvéreim, mennyei atyánk kegyelmét parancsainak hűséges megtartásához. Urunk, ismerje fel az egész világ, hogy parancsaid szeretetből fakadnak és üdvösségre vezetnek. Én téged, hallgass meg. Szent Atyánk Ferenc pápa és püspökeink fölvényeit útján vegyessék a mondjait remény országát. Kérünk téged, hallgass meg minket! A népek vezetői szent akaratok szerint békében és egyetértésben kormányozzák a nemzeteket. Kérünk téged, hallgass meg minket! Oldnálodnál elvegyük híveidet, erősíts meg a hitben és az áldozatban. Kérünk téged, hallgass meg minket! Add, hogy parancsaid útján járva minden kísértésnek ellenálljon. Kérünk téged, hallgass meg minket!
Urunk és Istenünk, add, hogy parancsai teljesítésével járjuk az üdvösség útját, és eljussunk az örök boldogságra Krisztus, ami Urunk által. Imádkozzatok, testvéreim, hogy az én áldozatom és a tiétek kedves legyen a minden ható Atya Isten előtt. Urunk Istenünk, engeszteljen meg ez az áldozat, hallgasd meg imádságunkat, amikor bűneinkért bocsánatodat kérjük, és add, hogy mi is szívből megbocsássunk embertársainknak Krisztus, a mi Urunk által. Az Úr legyen veletek! Emeljük fel szívünket. Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek. Mert valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy mindig és mindenütt hálát adjunk néked, mi Urunk, szentséges Atyánk, mindenható örök Isten. Te gyermekeid lelki tisztulására üdvös időt rendeltél, hogy a rendezetlen vágyaktól szabaddá váljanak, és úgy használják a mulandó javakat, hogy többre tartsák az örök élet kincseit. Most ezért a szentekkel és minden angyallal együtt dicsőítünk téged, és vég nélkül zengjük. Valóban szent vagy Istenünk, és méltán dicsőít téged alkotásod az egész teremtett világ,
mert fiad, ami Urunk Jézus Krisztus által a Szentlélek erejével éltetsz és megszentesz mindent, és néped gyűjtesz magad köré szüntelen, hogy napkelettől napnyugatig tiszta áldozatot mutasson be neked. Kérve kérünk, tehát Istenünk, a Szentlélek által szenteld meg áldozati adományunkat, hogy teste és vére legyen fiadnak, ami Urunk Jézus Krisztusnak, akinek rendelése szerint ezeket a szent titkokat ünnepeljük. Ő ugyanis azon az éjszakán, amelyen elárultatott, kezébe vette a kenyeret, és neked hálát adva áldást mondott, megtörte, majd tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik. A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet, és neked hálát adva áldást mondott, majd tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Íme hitünk szent titka. Annak emlékét ünnepeljük tehát, Istenünk, hogy fiad üdvösségünkért szenvedett, csodálatosan feltámadt, fölment a mennybe, és második eljövetelét várva, hálás szívvel felajánljuk neked ezt az élő és szent áldozatot. Tekints kérünk egy házad áldozati adományára, ismert föl benne fiad áldozatát, amely által kiengesztelődni akartál. Add, hogy mi, akik az ő testét és vérét magunkhoz vesszük, szent lelkével eltelve egy test és egy lélek legyünk Krisztusban. Ő tegyen minket neked szentelt örök áldozattá, hogy elnyerhessük az örökséget választottaiddal. Elsősorban Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel, az ő jegyesével, Szent apostolaiddal, a dicsőséges vértanukkal és minden szenttel együtt. Az ő közben járásukban bízva reméljük, hogy mindenkor megsegítesz minket. Kérünk Istenünk, hogy engesztelő áldozatunk hozzon az egész világnak békét és üdvösséget. Erősítsd meg hitben és szeretetben földi zarándok útját járó egyházadat, szolgádat, Ferenc pápánkat, László püspökünket, a püspökök testületét, a papságot és egész megváltott népedet. Teljesítsd kegyesen házad népe kéréseit, hiszen te akartad, hogy színed elé álljunk. Jóságos atyánk, vondd magadhoz irgalmasan a világon szétszóródott valamennyi gyermekedet.
elhunyt testvéreinket pedig, és mindazokat, akik a te kegyelmedben költöztek el ebből a világból, fogadd be jóságosan országodba, ahol reményünk szerint dicsőségedben velük együtt mi is örökre gazdagon részesülünk, Krisztus Urunk által, mert általa árasztod el minden jóval a világot. Ő általa, ő vele és ő benne a tiéd, mindenható Atya Isten, a Szentlélekkel egységben, minden tisztelet és dicsőség mindörökkön örökké. Ha Istent atyánknak hívjuk, testvéri szeretettel bocsássunk meg egymásnak, és akkor így imádkozhatunk. Mi atyánk, és ne védj minket kísértésbe, szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól. Adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, míg reménykedve várjuk az örök boldogságot, és üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét. Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mindörökké. Amen. Urunk Jézus Krisztus, te azt mondottad apostolaidnak, békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Ne vétkeinket nézzed, hanem egyházad hitét, őrizd meg szándékot szerint békében, és add meg teljes egységét, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké. Az Úr békéje legyen veletek mindenkor. Engesztelődjetek ki szívből egymással. Íme az Isten báránya, íme, aki elveszi a világ bűneit. Boldogok, akik meghívást kaptak a bárány lakomájára. Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval mond, és meggyógyul.
Gyere közelebb!
könyörögjünk. Urunk Istenünk, üdvösségünk zálogát vettük magunkhoz, amikor itt a földön mennyei kenyérrel tápláltál minket. Alázattal kérünk, mutatkozzék meg tetteinkben is, hogy e szentségben veled találkoztunk, Krisztus a mi Urunk által. Amen. Hirdetem a kedves híveknek, hétfőn 17 órakor Sebestyén Antalné Kovács Margit második évfordulója, és fia Sebestyén Zoltán szintén második évfordulója lelkükért. Kedden reggel 7:30-kor, tehát 7:30-kor kedden egyházunkért, papjainkért és nemzetünk lelki megújulásáért lesz a mise. Szerdán a Szent Anna kápolnában 17 órakor Farkas Ferenc szülei, nagyszülei és testvérei lelküdvért. Csütörtökön másút lesz a mise, ezért nem lesz most itt a templomban Szent Mise. Pénteken 16 órakor keresztúti ájtatosság, 17 órakor pedig Sebestyén és Mátyás család meghalt tagjaiért. Szombaton 16:30-kor csendes szentségimádás, 17 órakor Kelemeni Józsefért, aki 4 éve hunyt el, valamint fia Csaba és a meghalt szülőkért. Vasárnap 8:30-kor litánia, 8:45-kor Sebestyén József felesége Etelka, valamint vejeik József és nagyszülők lelki üdvéért. 16 órakor pedig zsolozsma lesz a Szent Anna kápolnában. Ugyancsak hirdetem, hogy a nagybőjti tartós élelmiszergyűjtés március 3-a és 10-e között lesz megtartva, a csomagokat a sekrestyében lehet elhelyezni. Istenünk, vezéreld híveid szívét, és add meg szolgáidnak azt a kegyelmet, hogy a szeretet kettős parancsát megtartva mindenben teljesítsék törvényedet, Krisztus, a mi Urunk által. Amen. Az Úr legyen veletek. És a felekedet. Legyen áldott az Úr neve. Az Úr a mi segítségünk. Aki a szeget és a földet alkotta. Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szent Lélek. Amen. A Szent Mise véget ért, menjetek békében.